Lemondott a két farkú kutyapárt két társelnöke, tudta meg a Telex. Az értesülést Kovács Gergely is megerősítette a lapnak. Kovács Gergely tegnap délután jelentette be, hogy nem indul a 12. kerületben az önkormányzati választáson polgármester jelöltként, mert a párt többsége nem támogatta részvételét a hegyvidéki előválasztáson. Később lemondását a 24.hu szerint azzal indokolta egy zárt Facebook csoportban, hogy teljesen mást gondolnak a párt jövőjéről, mint a többség. A kialakult helyzettel kapcsolatban a pártigazgató Nagy Dávid közösségi oldalán azt írta, nehéz két napon vannak túl, de ma este ismét találkoznak és egyeztetnek a tagsággal. Úgy fogalmazott, hogy feszkó van, amit nagyon rövid idő alatt fel kell oldaniuk. És egy rövid tegnap esti közlemény alapján úgy tűnik, hogy ezt sikerült feloldani, de hogy hogyan, erről fogunk most beszélgetni a két farkú kutya pártigazgatójával, Nagy Dáviddal. Jó reggelt kívánok! A közleményt röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy vissza az egész. Megkapták mégis a bizalmat a két társelnök, ezt megszavazta nekik a taggyűlés, illetve hogy akkor Kovács Gergely indul a 12. kerületben, részt vesz az előválasztáson. Mekkora volt az önszavával élve feszkó? Mi történt tegnap este? Hát durván sok feszkó volt, tehát tegnap estére ez oldódott. Ez köszönhető annak, hogy szerintem azért jól menedzseltük ezt a központban, mind a Gergő, mind a Szuzinak a lemondását. Próbáltunk velük kapcsolatban lenni, ők ezt tök komolyan gondolták. Tehát ez nem egy, értem, hogy miért gondolja valaki azt, hogy ez egy ilyen megsértődő, zsarolós vonal, de ez nem erről szólt, ez arról szólt, hogy nekik ebből a szempontból ennek a pártnak így vége. Tehát csinálhatjuk tovább más, hogy pártként már ne. És a tagság a tegnapi, nem tudom, 80-90%-os eredményekkel, azokkal a támogatásokkal gyakorlatilag azt is eldöntött, hogy akkor mi egy párt vagyunk, nem vagyunk hagyományos párt, nem is leszünk azok, viszont pártként kell működnünk, és amikor az elnökség behoz egy politikai javaslatot, azt muszáj ennél nagyobb arányban támogatni, muszáj jobban megfontolni, akár elnapolni, de így szétszavazni nem tudunk, mert szét fogunk esni, úgy, ahogy korábban egy csomó már roncstelepen lévő párt. Mi nem tetszett a tagságnak azon a javaslaton, ami egy győztes mindent visz elv alapján egy olyan konstrukciót tett le, miszerint aki nyer az előválasztáson, és állítólag ez a többi ellenzéki párttal is egyeztetett javaslat volt, tehát hogy aki nyer, például a kétfarkúaknál az egyéni körzetek kétharmadában és a polgármesteri helyért is kizárólag indíthat jelöltet. Ez egy nagy arányú többséget jelentene a kétfarkúaknak, ugye 8 helyet a megmaradó 4 hely rovására. Ezzel mi volt a baj? Ez egy nagyon jó ajánlatnak tűnt. Soha nem beszéltünk ezzel a előválasztásról. Ez belső kommunikáció ment el, azon ment, hogy nem készítettük elő ezt jobban, hogy valószínűleg lesz egy ilyen, ennek ilyen és ilyen feltételei lesznek. Ezt a Gergő mondta meg, hogy ezek a feltételek, és ebbe belement a többi párt. Tehát itt arra nem volt idő, azt nem tudtuk átadni, hogy ez nem egy klasszikus értelembe vett tárgyalás, ahol leül, nem tudom, Gyurcsány Ferenc, meg Donát Anna, meg kik vannak még sokan, Smuk Erzsébet, és akkor felügyelő bizottságjelekről, meg bizottságjelekről tárgyalnak, stb. Hanem itt arról van szó, hogy valaki megnyeri az előválasztást, ő elindul polgármester jelöltként, ő megkapja a többséget, mert így van értelme. Különben például láttuk, hogy Baranyi Krisztinával mi történt Ferencvárosban, hogy próbálta meg nagyon sokszor őt a saját frakciója szétszedni. Ő ezt szerintem jól kezelte egyébként, de hogy ezeket érdemes elkerülni. Erre volt szerintem ez egy jó konstrukció. Én amennyire tudtam, támogattam, és én a kételkedőket is meg tudom érteni, mert ez mégiscsak egy lépés valami olyan felé, ami eddig nem volt. Csak az nem mindegy, hogy itt a Gergő jelöltjei kutyapártos logóval, arccal, értékrenddel fognak kifutni, nem egy ilyen összefogásos okkersárga plakátokon. Ez egy apró zárójel, de talán érdekesebben miért ment bele a többi ellenzéki párt? Én nem tudom, és ezzel nem is akarok foglalkozni, bocs, csak tényleg ez az elmúlt... Ez nekik azért egy másfél nap, ez borzasztó volt. Nem tudom, nem akarom elemezni, ha átvernek minket, kiszállunk, ez nem kérdés. Tehát a taggyűlésnek azt, és mondom, ezzel sem értettünk mindenhol egyet, hogy értem, hogy a sajtóban kifelé milyen hülyén fog kinézni, ha mégsem indulunk el, de ha egyszer átvernek, akkor ki kell onnan szállni. Jó, ez akkor április első hetében lesz ez az előválasztás. Igen. Ugye itt a tegnapi hosszabb kifejtő közleményben még délután szerepelt az, hogy ugye az is kérdés volt a tagságban, hogy ez most kinyit egy ajtót a többi előválasztásra nézve. Kinyitja? Én nem hiszem, hogy más helyen ennyire korrekten tudunk beszélni, ennyire korrekt feltételek mellett. Miért? Az ellenzék, én ezt nem látom.
Tehát ez annyira kerületfüggő. Hadd hozzam ide Újpestet, én ott dolgoztam az önkormányzatnál. Igen, én ott dolgoztam az önkormányzatnál 2 évet, a Déri Tibornál, amióta ő bejelentette, hogy nem fog elindulni, azóta rólam írtak 55 cikket, fotózgatnak Újpesten, valaki úgy követ engem, leírják, hogy hajléktalan barát vagyok, és most ez tényleg a személyes értettségen túl, mert szerintem engem, nekem még jó is, hogy így ilyen kellemes kiszolgálást kapok ott Újpesten, ilyen Fidesz szintű médiát. Azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem az ország nagy részében... De ha jól értem, akkor ezt nem a Fidesztől sejti, hogy érkeznek. Nem, ezt a DK közügy sajtótól sejtem, ami közpénzekkel is valószínűleg valamilyen szinten gazdálkodik. Itt ezzel én annyit szeretnék kifejezni, hogy valószínűleg az ország nagy részében az ellenzék még nem fogadta el a 22-es eredményt, nem fogadta el, hogy ez most egy lejtmenet, nem fogadta el, hogy vannak új figurák, akikkel meg kéne magukat mérniük úgy, hogy utána nem fognak beolvadni, mint mi. Uh-huh. Tehát nem, egyszerűen nem fogunk beolvadni. És azt látom, hogy ehhez kell egy annyira meggyengült ellenzék, mint a Hegyvidéken, és kell egy annyira erős karakter, mint a Gergő. Uh-huh. Ez nem tudom, hány helyen fog fennállni. Meglátjuk. Az a konstrukciónak, ha jól értem, egy fontos része, ahogy ön fogalmazott, hogy erős kutyapárti jelölt, gyenge ellenzék, és egy olyan konstrukció, amiben az esetleges polgármester jelölt bírja a képviselőtestületi többséget. Így van, tehát ilyen inkább ilyen amerikai típusú, elektorszerű, mert nem teljesen az nyilván a rendszer, de hogy olyan rendszer kell, ahol ha nyerünk, ott el is visszük a többséget, és tudunk kormányozni. Ez egy nagyon rigorózus feltétel ezek szerint a jövőben a két farkúak részéről, hogy ha nincs ez, akkor nem megy bele előválasztásba máshol? Én nem hiszem, hogy belemennénk, és még egy fontos dolog más pártokkal szemben, hogy olyan se lesz, hogy Sárbogárdon elindul anyám, ezért a Gergő nem indul a 12-be, de közben a Emiliát elindítjuk Rózsadombon. Ilyenek nem lesznek. Így viszont ugye az a vád, az folyamatosan visszahullik a két farkon, hogy jó, de ha ráindítanak az ellenzéki jelöltre, akkor a Fidesz szekerét támogatják. Azért látni kell, most akkor maradjunk Újpestnél, meg Hegyvidéken, tehát Hegyvidéken egy Fideszt kell leváltani. Ott van két ellenzéki, nem tudom, van a Gergő munkássága, illetve a helyi kutyapártos csapat munkássága, meg van a, nem tudom, szerintem most már nagyjából mindenki számára egy összeolvadt ellenzék. Újpesten hatalmi pozícióban megmutatta az ellenzék, ez az összefogás, azt, hogy úgy mit csinál a közpénzekkel, hogyan kommunikál az emberekkel, hogyan járat le más embereket, hogyan válik olyanná, mint a Fidesz. Tehát ott szerintem az egy egyértelmű dolog, őket ki kell hívni. Tehát velük nincsen semmiféle megegyezés, és bocsánat, nem is kerestek. Csak lehet, hogy a néző nem teljesen érti, hogy oké, akkor egy előválasztás az miért nem kihívás? Mármint kinek? Hát, hogy akkor oké, ki kell hívni, de akkor játsszuk le egy előválasztáson először. De én kihívom őket bármikor. Tehát, hogyha jött volna ilyen tőlük kérés, vagy bármi, akkor én bármikor beleálltam volna. Ugye az, onnan indultunk, hogy ez azért jóval több volt, mint sértettség. Mi volt még emögött? Voltak-e szervezeti problémák? A professzionális pártként való működés és a mozgalmi jellegből adódó elmozdulás, tehát most azon túl, hogy született egy ilyen döntés, ez a két farkúak jövőjére nézve mit árul el, milyen változást? Hát egyrészt én bocsánatot kérek mindenkitől az egynapos diktatúráért, én próbáltam így. Mert hogy volt? Menedzser. Hát így pára muszáj volt, hogy lemenedzseljük ezt a pár napot. Ez szerencsére sikerrel tudott járni. Emögött, mondom, ezt szerintem nagyon sok helyen elmondtam, úgyhogy már én nagyon unom, de szerintem mások is, akik ezeket elolvassák, hogy itt arról van szó, hogy van nekünk egy civil szervezeti funkciónk. Van egy ilyen KFT-szerű, a buszmegállót gyártunk, vagy a webshopba termékeket gyártunk, és ezeknek próbálunk plusz hasznot, tehát nem DK-s sapkát. Na, vagy kisgazdás pólót, most hagyja már békét. Mondjuk ez a kétfarkus pólóban azért egy érdekes állítás. Igen, de nekünk a webshopunk profitot termel szabadon. Hát nekik is nyilván, azért csinálják. Akkor mi a különbség egyébként? Mi között? A két webshop között? Hát, hogyha a DK-nak van egy webshop, és profitot termel, meg a kétfarkus. Az árbevétel, vagy mennyire fontos egyik, vagy a másik. Hát amennyire a piac vevőre. Azt akartam csak mondani, hogy a közcélú funkció, e között a gyártó-termelő busz megállott állító funkció és a párt funkció megtartása szerintem fontos, mert úgy tudunk olyanok maradni, mint most. Viszont az, hogy egy politikai döntésnél ne úgy működjünk, mint egy civil szervezet, az is fontos. Tehát amikor politikai döntés van, az politikai. Amikor civil szakmai, tehát megpályáztatjuk a közpénzünket, a kampánypénzünket, akkor viszont maradjon a civil kurázsi, tehát akkor szakmai alapon döntsünk, civil szempontok alapján. Uh-huh. Nem tudom érthető, mire gondolok, tehát amikor politikai döntés van, az, amikor civil, akkor az. És erre vevő a tagság keverni. Érti ezeket a különbségeket?
Tegnap 54-1-1-ben ment át a két társának, ugye jelenleg 64 fős a tagságunk, tehát egy szűk meghívott tagságunk van, azt gondolom, hogy mindenkinek átment, hogy most ez kell. Még a sértettségre akarok kitérni, hogy amögött, ahogy a Facebook csoportban dúltunk, és ahogy ez kiszivárgott, amögött volt sértettség, amögött, hogy ők lemondtak, amögött nem sértettség volt, hanem egy teljes... Hogy kiszivárgott. Mi tudom, hogy mindig minden szivárog, de azért ez egy komolyan bizalmi kérdés. Ez egy bizalmi kérdés, de szerintem nagyon sokszor a szivárgásnak a felgöngyölítése nagyobb bizalmi válságot okoz, mint maga a szivárgás. Úgyhogy én két hete ezzel felhagytam, megpróbálunk úgy kommunikálni, hogy ez vállalható legyen minden egyes esetben. Nem lehet megszüntetni Fidesznél sem, máshol sem, nálunknál 5000-szer demokratikusabb helyek, vagy diktatórikusabb helyeken sem. Úgyhogy lesz szivárgás, nekünk meg úgy kell működnünk basszus, hogy ez beleférjen. Köszönöm. Köszönöm.